A megszokottnál korábban kezdődött idén a hazai dinnye szezon, a fólia sátoros termelésből származó áru már június közepén megjelent a piacokon és egyes zöldségeseknél. A jelenleg elérhető árukészlet ugyanakkor kis mennyiségű, mivel a magyarországi görög dinnye termesztésnek csupán 3-4 a történik fólia sátor alatt. Hamarosan már a szabadföldön is megkezdődik a szüret, a hónap végén elindulnak a szállítmányok az áruházláncokba. A term Termelői előrejelzések szerint július 1-től minden magyarországi üzletláncban kapható lesz a hazai görögdénye, derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményéből. Ez a korai tavasznak köszönhető, három héttel vagyunk korábban mindennel, mert maga igazából február közepén elkezdődött a kitavaszodás ezért korábban tudta küldetni a dínyések. Körülbelül egy tizedére csökkent le 15 év alatt a termő termőfelület, itt 60 és csány környékén, illetve a hort környékén. Ami megvan, az igazából nagyon minőségi és nagyon tudatosan felépített termés így teljes mértékben megfelel a fogyasztói tehát jó tárolhatóság, nagyon jó cukorfog, és persze az amatos íz. Mindezek mellett a szántóföldeken elindult a napraforgó fejlődése, Szia! amely az egyik legnagyobb jövedelmet hozó haszonnövény Magyarországon. Másodikény a repcel, mind a kettő olős növény. Ezen kettő felhasználása ez nem került akarmányként, hanem ezek úgymond élelmiszeripari ez tehát háztartási olaj, sütőolaj, vagy különféle ipari felhasználásra kerülnek, és ami kikerül a sajtolásból, a préselésből, az viszont visszaviszik az áttenyésztésbe, és takarmányként hasznosítják föl. Ez, ez, a kettő összetétel adja azt, hogy magasabb áron tud a piacra elkerülni, illetve magasabb áram lehet majd értékesíteni. A mezőgazdasági szakértő azt is elmondta, hogy hazánk önellátó, sőt többet is tud termeszteni, így exportra is kerül bőven. A magyar étolajra nagy igény van Németországban és Észak-Olaszországban, mivel kedvező volt az időjárás a napraforgónak is, ezért dinamikusan fejlődik, így jó hozamokra számítanak a gazdák.